Sziasztok, üdvözlök mindenkit, ez itt a Napfényes Vegán Chef YouTube csatorna. Régóta kérditek tőlem, hogy mikor készítek egy bejlit itt a csatornán. Hát, jelentem, eljött az ideje, ugyanis hamarosan itt a karácsony, úgyhogy megmutatom az én verziómat. Gyertek, tartsatok velem most is! Még mielőtt belefognánk itt a tészta készítésbe és megmutatnám az alapanyagokat, fontos megemlítenem, hogy a Napfényes étteremben már rendelhettek karácsonyi finomságokat, leveseket, édeseket, sósakat, rakottakat, töltött káposztát, és rengetegféle bejeglit is kínálunk a Napfényes cukrászat jóvoltából. Viszont, ha valaki otthon szeretné elkészíteni, mindenképp kövesse most ezt a metódust, de azt javaslom, hogy rendeljetek is, és készítsétek el a saját verziótokat is. Na most, mi fog történni? Készítünk egy tésztát, és kétféle tölteléket, klasszikusan mákos és diós fog készülni. Ez most gluténos és édes, azaz cukros verzióban fog hagyományosan elkészülni. Már előkészítettük a darált mákot, kevés cukorral termelői mákot fogok használni, tehát nem darálva vettem a mákot, sokkal zamatosabb, hogyha én darálom le a kis kávé vagy mákdarálommal. A diónál ugyanez a helyzet. Itt most a jellegzetessége az, hogy a saját kis diófámról pottyantak le a kis diódarabkák, és azokat sikerült leőrölni, úgyhogy ez egy rendhagyó beigli sütés lesz. De még mielőtt a töltelékre rátérnénk, begyűrjük a tésztát. Ez egy élesztős, omlós tészta lesz, ami liszt, valamilyen zsiradék és valamilyen édesítő, azaz nátszukor keverékéből fog állni, és az élesztőt most nem csak belemorzsoljuk, hanem fel fogjuk futtatni. A felfuttatás annyit jelent, hogy némi folyadékban, ez most szójatej lesz, tehát valamilyen növényi italban, szépen elkeverjük, kimérem a kis mennyiséget. Egyébként a linket mellékelem a videó alatti leírásba, ugyanoda, ahova a receptet is fogom. A karácsonyi linkről van szó, ahol tudtok rendelni közvetlenül a Napfényes étteremből. Benne van a szójatej, itt van a kis élesztőm, kimértem. Fogom a kis friss élesztőt, és egyszerűen csak belemorzsolom. Itt arra lehet még figyelni, hogy langyos legyen a tej, ezért egy picit ide fölteszem a tűzhelyre, csak így egyes-kettes fokozaton egy-két perc erejéig fogom a kis habverőmet, és a kimért lisztből, ami megvan adva a tésztához, ebből egy evőkanállal teszek bele, és egy pici növényi tejport is öntök bele, ezáltal édesítem egy kissé ezt a szójatejet, és a cukor az édes hatására az élesztő gombák hamarabb elkezdenek majd dolgozni, szaporodni, és néhány perc alatt megtörténik az élesztő felfuttatása. Amíg ez megtörténik, az élesztő felfut, addig ebben a vajlingban előkészítjük a tésztához az alapanyagokat. Először is a kimért lisztet beleöntöm, így ahogy van. Ez király búzaliszt, de használhattok valami bio finom lisztet, vagy tönkély lisztet, vagy ezek keverékét. Aztán van itt némi teljes kérdősi lisztem, ebből csak egy keveset, egy 5 dekát adok a fehér liszthez. Aztán por, cukor, nátszukrot porrá öröltem, ez is mehet hozzá, nem kell sok. Ugye az omlós tésztának van némi édes íze, ha süteményhez készítjük. Egyébként van sós omlós tészta is, abba természetesen nem rakunk cukrot. Aztán jöhet a só, ez most Himalája só, és egy jó teás kanállal teszek bele, amint így látjátok. Tehát nem csak egy csipet sót, hanem azért bővebben adagolom, hogy legyen íze finoman a tésztánknak. Aztán mi az, amit lehet még beletenni? Először is van itt egy kis foszfátmentes sütőporom, és ebből egy keveset szeretnék csak, amint látjátok, ez is egy mokkás kanálnyi lesz. Nem szeretném, ha nagyon lufis és kalácsos lenne a tésztám, viszont egy enyhén lazítjuk ezzel a sütőporral. Kicsit összekeverem, itt a kis lisztünket. Még engedjétek meg, hogy egy pici vaníliát is tegyek bele, bourbon vanília, őrölt formában. Nagyon finom, ha egy
kicsit már a tésztában is érződik, hiszen ha mákba, dióba is fogok tenni, abban viszont elveszik, mert annyira intenzívek az ízek, a citrom, a dió, a mák is annyira intenzív, hogy a vanília csak egy ilyen hátul egy pici fűszerként fog érvényesülni. Itt a tésztában viszont, ha esetleg a sarkát letörjük, és éppen azt ropogtatjuk, akkor ki tud jönni a vaníliának a friss, finom bukéja. Jöjjön a margarin. A margarinnál nagyon fontos, hogy jéghideg legyen, tehát közvetlenül a hűtőből vettem ki, és fölvágom, jó kemény itt, amit látjátok is, hogy erőt kell kifejtenem, hogy fölvágjam. Egy késsel fölvágom ilyen kisebb kockákra, előkészítem a gyúráshoz. Ez azért szükséges, mert ha egészbe hagynám, akkor a kezemmel kéne ezt a nagy 20-25 dekás tömböt szétnyomni, és az omlós tésztánál nagyon fontos, hogy minél kevesebbet kapjon, vegyen át a kéz melegéből. Közben figyeltem a szójatejet is az élesztővel, nehogy túl forró legyen a tej, mert akkor meghalnak az élesztőgombák. Elég, ha csak ilyen langyos vagy kézmeleg a kis növényi italunk, úgyhogy lekapcsoltam, picit félrehúztam, és már kezdődnek ott a szaporulatok képződni, elkezdett bugyborékolni, ha látjátok az élesztő. Ez jelenti azt, hogy ott a folyamatok megindultak. Na de nézzük, hogy mi történik a margarinnal. Egy kézzel elkezdem a lisztben szépen elnyomkodni ezeket a nagyobb darab margarinokat. Így a liszttel egyszerűen kisebb darabkákra morzsolom. Az a lényeg, hogy minél kisebb zsiradék szemcsék legyenek. El kell teljesen morzsolnunk a liszttel, hogy eltűnjenek ezek a szemmel látható darabkák is. Nézzétek, hogy alakul itt a tésztánk. 1-2 perc egy gyúrom, és még ilyen darabkák vannak azért benne, de hát ezt is eltüntetem ugye egy-egy morzsolással. És hogyha kezdek a végén járni, akkor így tudjátok csekkolni, hogy ami itt kijön, mint egy malom, szépen leőrli a maradékot, és egész finom ilyen kis lisztes dara érkezik. Ez egy klasszikus magyar háztáji kis desszert, amit biztos, hogy mindannyian nagyon sokszor fogyasztottatok, főleg karácsonykor, de húsvétkor is szoktak készíteni a kalácsok mellett. Minden nagymama, édesanyja profi a házi beigli készítésben, az én nagyszüleim is rengeteget sütöttek, és mindenki más, hogy készítette más metódussal, kisebb volt, nagyobb, édesebb, repettebb, de hát mindegyiket imádtam. És arra biztatlak titeket is, hogy ne törekedjetek arra, hogy tökéletes legyen, legyen a sajátotok, ha kireped, ha picit laposabb lesz, tökéletes. Az a lényeg, hogy a megfelelő ünnepi hangulatban szeretettel készítsétek szeretteiteknek, ugye? És akkor szinte teljesen mindegy, hogy mit tálaltok fel az asztalra, tökéletes lesz. És jöhet a felfuttatott élesztő, ami szépen itt habos, kicsit keverek rajta egyet, és egyszerűen csak beleöntöm a lisztes alapba. Kikapartuk, nagyon jó, és van itt egy kis szójajoghurtom még pluszba. Nagymamám mindig tejföllel készítette, sokszor nem is tett bele semmilyen folyadékot, csak tejfölt. Azért megváltoztatja az arányokat, hiszen a tejfölnek magas a zsírtartalma, viszont én szójajoghurtot használtam helyette, ami ugye szinte nulla zsiradékkal rendelkezik, úgyhogy ennyiben is más a nagyi metódusához képest. Szép lassan elkezdem összedolgozni, kezd összeállni a tésztánk. Fontos, hogy ne legyen túl lágy, ne legyen sok a folyadék, tehát a szójajoghurt és a növényi ital annyi legyen csak épp, hogy összefogja így a tésztánkat, amint látjátok. Picit lekaparom a kezemről így félúton. Eddig minden oké. Jó, és most már csak így a testem súlyával szépen átforgatom még, már se keményedik a tészta. Összeszedem a maradék kis zaccot itt a tában. Így nagyjából jó lesz a tésztánk. Talán még egy kicsit lágy is, ahogy így érzitek, ahogy megnyomom, de ezt betudhatom annak is, hogy a margarin ugye a kéz melegétől egy kicsit belágyult. Nem dolgozom tovább a tésztát, letakarjuk.
és hideg helyen legalább egy órát kelesztjük, és aztán majd szétszedjük 4 egyforma darabra. Tésztánk pihen, rakjuk össze a két tölteléket. 2 lábosra van szükségem, csinálunk először egy cukorszirupot. Kimérem hozzá a vizet, nem kell sok víz, ezt is természetesen majd a receptben megtaláljátok, a pontos arányokat. Nagyon jó. A tölteléknél szintén nagyon fontos, hogy ne legyen lágy. Ha túl lágy és krémes, akkor kifolyik sütéskor oldalt is, és ráadásul kilukasztja a beiglit, nagyon sok gőz van benne, ezért hamarabb kireped a beiglink is. Viszont cukor legyen benne bőven, hiszen cukorszirupot készítünk. Ha nagyon sok a cukor, mondjuk ennek a másfélszerese, az is egy kockázat arra, hogy kireped a beiglink. Persze megbeszéltük, hogy kirepedhet, hiszen házias, rusztikus, saját gyártású beiglink van, úgyhogy simán belefér, hogy egy-egy repedés, vagy akár teljes oldala kireped, hiszen magunknak készítjük, mi is fogyasztjuk el. Mehet bele egy kis bourbon vanília, óvatosan, mind a kettőbe. Szuper, akkor jöjjön a só, ez most Himalája só, ebből is kell egy jó mokkás kanál. Úgy, egy pici fahéjat teszek, de csak a diósba, hogy ne legyen egyenízűek, bár a mákos is elbírhat egy keveset, de ne legyen 2 fahéjas, úgyhogy ez így jó lesz. Viszont a citrom mind a kettőben nagyon jól passzol, bio citromot használok. Fölforrt mindkét alapunk, egyet keverünk, azért olvadjon el a cukor rendesen, és még egy csavar, hogy mindkét töltelékhez fogok adni búzadarát. Méghozzá egy jó evőkanállal, és ezt így rá is szórom már a kimért dióra és a mákra. Így, na még egy picit, ezáltal is még krémesebb, feszesebb lesz a töltelékünk. Túl sokáig nem hagyjuk forni, mert akkor eltűnik a folyadék belőle, és megváltoznak az arányok, úgyhogy így, ahogy van, bele is teszem a mákot. Rögtön mehet egy keverés. Úgy néz ki, hogy jó lesz a mákunk, viszonylag sűrű. Itt az a lényeg, hogy ne legyen krémes vagy folyékony, ugye a búzadara még be fog dagadni bele, szépen keményíti, hogy utána, ha kihűtjük, akkor szépen lehessen kenni. Na, szépen befort a cukorszirup itt is a diónál, úgyhogy mehet bele a dió és a dara keveréke. Szuper jó lett a dió, nézzétek meg! Ez egy picit keményebb lesz, jobban beforraltam a szirupot. Erre van szükségünk, hogy majd sütéskor ne lágyuljon meg túlságosan a töltelékünk. Ehhez kell ez a feszes állag, amit most itt láttok. Amint látjátok, hogy nemhogy nem krémes, hanem jó fogós lett a kis töltelékünk. Lekapcsolom a tűzhelyet. A mák egy nagyon picit lágyabb, de jó lesz, és hideg helyen szépen kihűtöm ezt is, és hamarosan jövök vissza a nyújtással, töltéssel és a tekeréssel. Eltelt egy jó 2 óra, keményre fagytak, úgymond jól kihűltek a töltelékek, amint látjátok, tényleg már csak így kézzel lehet majd nyomkodni a beiglire, és akkor nézzük a tésztát, ugye 4 tekercset fogunk készíteni, ki is teszem ide, szerintem jó lesz. Egy picit, ha keményebb lenne, akkor még elégedettebb lennék, de nagyon sok múlik, hogy milyen margarinnal dolgoztok, érdemes valami sütő margarint beszerezni, erre a célra, hogy milyen liszttel dolgoztok, meddig gyúrjátok, úgyhogy sok összetevős a dolog, és most precízen el fogom osztani 4 felé, az egész tésztám pont 1500 g, 376, 371, 384, 376. Szuper az elosztás. Kicsit megformázzuk a tésztákat. Nyújtáshoz előkészítjük. Addig visszateszem ide a vajlingot, és így ebben a formában fogjuk kinyújtani őket. Természetesen, ha visszateszitek a hűtőbe, így ebben a formában, akkor még néhány óra múlva ugyanúgy lehet vele dolgozni, nem kell aggódni,
akár még másnap is ki lehet nyújtani és be lehet tölteni a tésztákat. Nézzük, hogy hogy viselkedik a nyújtás alkalmával. Azért adom meg először ugye ezt a téglalap alakot, hogy könnyebb legyen utána a nyújtófával, vagy a sodrófával dolgozni. Na nézzük! Kevés liszttel szórom tetejét, alját, véletlenül se ragadjon, aztán természetesen ezt föl fogja szippantani a tészta. Ugye itt most törekszem azt a formát kialakítani, ami a töltéshez és tekeréshez a legalkalmasabb, tehát egy szabályos téglalapot célzok meg, és megpróbálom így a sarkait is kihúzni. Mérjük ide a tepsit, jó lesz, picit még összeugrik, ebben a tepsiben a négy szépen el fog férni. Na, kezdjünk a mákossal. Először is felmérem a tölteléket, hogy hol van a fele, és akkor mehet ide a tetejére. Érdemes egy segédeszközt segítségül hívni, például egy ilyen spatulát, ezzel meg lehet gyorsítani esetleg a szétkenést. Itt most az a lényeg, hogy egyszerűen az ujjaimmal szétnyomkodom, óvatosan, hogy ne húzzuk túl a tésztát, eldolgozom a mákkrémet, hogy egyenletes legyen. Nagyon jó lett a töltelék, jó kemény, ez biztos, hogy nem fog szétmenni sütéskor, és utána a fogyaszthatósága is jelest fog kapni. Meg is vagyok, eloszlattam a mákot, arra figyeljetek, hogy ide a szélére is kellőképpen vastagon jusson, az ember hajlamos, én is, a közepén úgymond egy kicsit pupozni, de mindig szépen lassan kell kifele menni, hogy egyenletes legyen. Az alján megpróbáltam teljesen kihúzni, és akkor jöjjön a tekerés. Az elején még szorosan fölcsvarjuk a kis tésztát. Úgy, fontos, hogy feszes legyen a beiglink, és szép lassan követem, ahogy engedi. Az alján ott egy picit kevesebb a töltelék, de nem probléma. Nagyjából megadom a végső formát neki. A két végét pedig egyszerűen elcsípem, és így behajtom alá, hogy még véletlenül se nyíljon ki. De aztán persze kinyílhat egyéb okokból, de legalább én tegyek meg érte mindent, lezárom a végeit. Nagyon jó, alul van a hajtás, amint látjátok, ott szépen kapja rá a súlyt. Itt egy picit vékonyabb a tészta, valószínűleg ki fog nyílni, de jó lesz, elégedett vagyok. Az első tekeréssel mehet is a tepsibe, óvatosan alányúltok, így szépen megsacolom, hogy hova fog kerülni második, harmadik, negyedik. Így beállítjuk. Ugye egy sütőpapírt tettem alá, azt nem említettem, de természetesen anélkül is meg lehet sütni. Egyelőre szuper, jöhet a következő, betöltöm mind a négyet sorban. Ha például így szétcsipkeditek a tölteléket egyenletesen a nyújtás előtt, akkor utána könnyebb lesz szétpasszírozni, elkenni őket. Már csak ezeket a kis fehér lukakat kell kitölteni. Harmadik tekercsnél tartok, jöhetnek a diósak. Most mutatok egy olyan verziót, hogy ha jó a tésztánk, ha nem túl lágy, akkor liszt nélkül is ki lehet nyújtani, sokkal könnyebb kinyújtani, mert megtapad a deszkán, és akkor nézzük meg, hogy mennyire ragad oda, nem ragad oda, oda tapad, megfordítjuk, és valójában a cukrász típusú beigli tésztát így nyújtják, hogy szépen megtapad így az asztalon, márványasztalon, faasztalon, fémasztalon, jó, erős, karcos, cukros a diónk, úgyhogy isteni illata van, citrom, a fahéj. Ez is megvan, jöhet a tekerés. Közben megemlítem, hogy ha cukormentesen szeretnétek készíteni, akkor ugye értelemszerűen a cukrot elhagyjuk, alternatív édesítő, de akkor változni fognak az arányok, úgyhogy ne ezt a receptet kövessétek, hanem tapasztaljátok ki, hogy hogy lehet ezt az állagot elérni cukormentes verzióban, és gyakoroljátok ki. Itt most már van egy tapasztalat, hogy milyen állagra van szükségünk ahhoz, hogy jó legyen a
beiglink. És hogyha a gluténmentességre törekszetek, akkor pedig szintén ki kell kísérletezni, mert az teljesen máshogy viselkedik az a tészta. Ugye itt a sikér megtartja úgymond a tésztának a vázát, stabilabb lesz a tésztánk, és jöhet is ide. Nagyon jó, készen is vagyok. Az elsők már kezdenek megkelni, hiszen már itt egy ideje kint vannak a tepsiben. Kapnak egy kis szurkálást, az oldalát megszurkálom egy picit, hogy a gőz eltávozzon majd sütéskor. Kicsit a tetejét is, hogy ilyen nagymamás legyen. És kenjük le. Egy kis joghurtom maradt még itt, picit ráhigítottam. Legyen egy kis színe, ez majd szépen rápirul, rábarnul. Jól lekenjük, és aztán még azért sütés előtt keleszteni kell. Oké, sütésre készen állunk, most azért kell legalább fél óra, még egy picit előkelnek, főleg a diósok, mert azon látom, hogy még merevebbek, hidegebbek, addig felforrósítom a sütőt, aztán bevágom egy jó 180-190 fokon, kinek milyen sütője van, ugye, maga tapasztalja ki a saját sütési metódusát, és figyelgetem, körülbelül egy 30-35 percre lesz szükség, lehet, hogy forgatok is a tepsit, aztán jövök a végeredménnyel. Most lehet izgulni, föl kell vágni a beiglit, kiderül, hogy hogy néz ki a rajzolata, megsült-e, nem égette meg, stb. Stb. Hát azt látjátok, hogy kidurrant, azért megmutatom itt a beiglit, tehát a túl sok tölteléknek az átka, az sem jó. A dióssal elégedett vagyok, az jól néz ki, mondhatom úgy is, itt egy picit kifolyt, de vágjuk meg, nézzük meg a belsejét, először akkor a mákosnak. Kicsit langyos még belül, nem szabadna megvágnom, valójában ez holnap lesz jó. A széle jó lesz a kutyusnak. Jól néz ki, eddig elégedett vagyok. Recéskéssel vágom. Nagyon jó, nem lett túl kalácsos. Hallom, hogy egy picit roppan a tészta, az azt jelenti, hogy omlós. Nagyon szép a rajzolata. Visszatesszük, és most nézzük a diósat. Megint csak levágom a szélét. Ho-ho, még szebb. Gyönyörű, elégedett vagyok. Mehet is oda. Ez az. Diós, mákos beigli. Szuper. Itt már rendben vannak az arányok, amint látjátok. A tészta is a töltelék aránya. Íme készen van ez a gyönyörűség. Hamarosan itt a karácsony. Áldott készülődést kívánok az ünnepekre mindenkinek, készítsétek el a saját verziótokat, és gyertek el a napfényesbe, nem utolsó sorban rendeljetek finom ételeket az ünnepi asztalra. Találkozunk a jövő héten is, boldog karácsonyt, sziasztok!